Sziasztok, Erás vagyok, ez pedig itt az Erás Könyvtára csatorna. A mai napon egy különleges videóval készültünk nektek. Békés Csaba főteréről jelentkezünk be, és meginterjúvoljuk a károlyi honvédeket is. Huszárosra várhatom a hajamat, hírbökönyvben nyergelik a lóvamat. Szén a szarva porcióban van vele pakolva, adj egy csókot is a gyalog az útra. Szén a szarva porcióban van vele pakolva, adj egy csókot is a gyalog az útra. Adni a huszárnak nem merek, mert a huszár nem igaz szívül szeret. A huszár igaz szívül szeretne, szeretne maga elé a gyerekbe ültetene. A huszár igaz szívül szeretne, szeretne maga elé a gyerekbe ültetene. Gyenge vagy még kis angyalom alóra, táncol alól te meg leesel róla. Egyszer élő sejhaja nyerekbe, táncolhat velem a csillagos égbe. Majd ha egyszer élő sejhaja nyerekbe, táncolhat velem a csillagos égbe. Erőtisztességet! Hogy a kortársaitok hogy viszonyulnak ahhoz, hogy ti hagyományőrzők vagytok? Mert ugye látnak benneteket ünnepségeken, felvonulásokon, ez általában pozitív a szemünkben, vagy esetleg hogy? Hogy fogadták ezt az egészet? Huszár bácsi! Ah, herceg! Mindig megkapjuk. Nézzétek, ott jönnek a huszárok. Igen, jaj. Tud a jó dolog puskával lövöldözni, és nem érték, hogy lehet ilyet csinálni. Igen. Hogy nem ijesztő? Még a papírból beszédet mondó értelmiség is folyamatosan lehuszároz bennünket, pedig a huszárnak szabjája van, és csizmája, és lovagol, nekünk pedig puskák van, és gyalogolunk. Tehát ezt ők nem tudják. Egyébként változó szerintem. Igen. Hát van, aki tényleg normálisabban, nem is az, hogy normálisabban kezeli, hanem tisztelettel képes kezelni, mert felfogja a mögötte lévő súlyt. Van, aki egyszerűen nem érdekli, van, akit irritál, mert valamiért nem tetszik neki is, hanem mindenki. Szerintem minden ilyen tudjuk, hogy egy szép dolog, amit csinálunk, igen, és jó úton járunk, tehát nem kell foglalkozni a negatív. A rossz indulatú negatív hozzászólásokkal. Nekem saját körünkben inkább érdeklődnek felőle, hogy ez hogy is működik. Ez mi micsoda, hogy ezt tényleg borjúnak hívják, hogy egyébként azért borjú, mert hogy a borjú bőréből van. Minden ilyen fiatalok vagytok, miért ajánlanátok ezt a hagyományőrző életmódot, illetve ezt a honvédséget a mostani fiatal srácoknak? Hát én elsősorban azért ajánlanám, mert belátást nyerhet az akkori idők katonai életszínvonalába, a csaták közti menetelésbe, felkészülésbe, a hadi ellátmány mozgósításba például. Meg mindazon által egy nagyon jó közösségbe tudnak csatlakozni, mert ugye országszerte magyarok közül is rengetegen vagyunk, tehát majd 1000-2000 hagyományőrző van Magyarországon, aki egyte a 48-as eseményeket óhajtott feleleveníteni, és kortól függetlenül, tehát vannak nagyon fiatalok, vannak idősebbek, kortól függetlenül tényleg mintha akkori harcosok lennénk, tudunk barátkozni, beszélgetni, és nagyon jó kapcsolatok tudnak kialakulni. Nem beszélve a rend szeretetről, tehát valamennyire beleneveli az emberbe azt, hogy ütemre kell lépni, és mindenki megszokja azt, hogy van egy rend, amit követnie kell, szabálykövetést. Saját példámból kiindulva, tehát a katonai életmód kimaradt a katonaság a életünkből, viszont a katonás fegyelmet, az, hogy nem egyénben, hanem közösségben gondolkodunk, hogy pajtási érszellemben éljünk meg valamit, hogy van eljárva, akire figyelünk, és egymásra is figyelünk, egyfajta fegyelmezettséget, akkurátosságot nevel belénk, amire nagyon sok szempontból szükség lenne a mai fel. Sajnálattal hallottam, hogy nagyon elrettentő vélemények vannak a külszívő ember fiairól, és mondtam, hogy
Titeket kell megkérdezni először, igen, mert ha nektek tetszik, akkor másképp tudtok róla beszélni, mint azt, aki egy traumának értem, hogy el kellett olvasni. Hát jó, ugye az örök klasszikus magyar szemmel. Vagy 4 éve olvastam utoljára a magát a kőszívű ember fiait. Korombeliaknak azért ajánlom, mert olyan lelki, vagy nem is az, hogy de lelki eseményeket dolgoz fel. Ugye, ami a saját gyermekelvesztés és a többi, tehát egy bizonyos kor kell ahhoz, egy bizonyos korbeli érettség, hogy fel tudja dolgozni maga az ember azokat a érzéseket, amiket Jókai át akart adni a könyvben. Szerintem ezt túl korán ajánlják iskolában, aztán 15-16 évesen, amikor lehet, hogy az ember már túlélt egy-két családtag elvesztését, vagy egyáltalán már ért annyit az elméje, hogy fel tudja teljes mértékben át tudja élni azt a képet, amit Jókai át akart adni a könyvben. Mely részek tetszettek nektek legjobban? Tehát most a csata jelenetek, a ábrázolás, az... A csata jelenet mindenképpen. Ugye Richardnak például a pengekeresés, ugye amikor megtalálja a pengét annak az antikvárnak, vagy annak az üzletnek, ahol ő megtalálja ezt a pengét, ezt nagyon szépen lebontja a megjelenítésben Jókai. És mely csaták? Vagy mondjuk a Budaváros Roma, vagy melyik az, amelyik olyan? Igen, a Budaváros Roma szemléletesebb valahogy, nem tudom, ott így. Mivel ugye Budavárban mi már hagyományőrzőként voltunk. Meséljetek erről egy kicsit, hogy telik ez a Budaváros Roma nálatok hagyományőrzőknél. Megérkezünk Budavárára, elmondják, hogy mit fogunk csinálni. Délelőtt díszelgés, koszorúzás, őrjáratozás, eligazítás. A tisztek elvonulnak, mi addig egymás között megbeszéljük, hogy ki mégül is mit fog csinálni a csata közben. Aztán délután 3-4 óra magasságában azt mondják, hogy kezdünk, fölállunk sorba az osztrákokat, megszemélyesítők és a magyarokat, megtestesítők, és elkezdődik. Lövünk, puska, ágyú, lovasság, pirotechnikai töltetek, robbanás itt-ott, aztán fölülkerekedünk az ellenségen, hencit felakasztják, vagy mégsem. Ugye Görgei megérkezik, megakadályozza ezt a hadi tettet, és igazából ezután véget ér. És mindezt a korabeli forgatókönyv alapján. És melyik ilyen emlékcsata kedvencetek így? Tápióbicske. Igen, Tápióbicske, mert nagy. Nagy, legnagyobb. És mennyi hagyományőrző szokott részt venni egy ilyen csatában? Tápióbicskén a legnagyobb az, azt hiszem, az 400-500 fő volt. Az egy igászi méretű esemény volt, nem tudom, 10-es évek előtt volt, meg hát ott a legnagyobb terület, a legtöbb pirotechnikai, ez a legtöbb lovas. Tüzérség. Tehát parád és összehangolással lehet megélni ezt az egészet, meg tényleg, hogy ott nem az van, hogy 10-20-an el vagyunk egy bármilyen rendezvényen, hanem ott tényleg százak nyomulnak egymásnak, és 100-an, 200-an vonulunk előre, és 100-an lövünk, tehát ez a hanghatás, meg maga az egész érzet úgy nagyjából visszaadja azt, ami akkor lehet. Tehát, hogy ez ilyen emlékcsatálják, elsősorban van az iskolás korosztály számára egy élmény, mert amiket korábban a tankönyvek lapjain látnak, azt próbáljuk úgy igazítani, hogy kézzelfogható valóságos tapasztalatként tudják megélni. Tehát éppen ezért iskolás csoportokat is szoktak tantestületek kivezényelni, és a csaták végén lehetőség van fotózkodni velünk, kézbe venni a puskát, kipróbálni a dobot, nyilván ellenőrzött keretek közt. Nagyon-nagyon nagy dolog volt, amikor a gyerektáborban a gyerekeknek csináltatok foglalkozást, és ti meséltetek a korszakról, tehát hogy egyetlen egy más tanárral sem tudtam volna ugyanezt elérni, ugyanezt a figyelmet, és azt az örömet a szemükben, majd fogunk is talán bevágni egy-két videót abból, ahogy a gyerekekkel egy-egy ilyen alaki foglalkozást, vagy gyakorlatozást megcsináltatok. Nagyon-nagyon pozitív volt a visszajelzés, és az ország más részén más századokhoz lehet csatlakozni, hagyományőrzőkhöz? Kivel kell felvenni a kapcsolatot, aki esetleg szeretne? A legközelebbivel. Igazából ennek kicsit utána kell járni nálunk, ugye Mayerhofer Miklós, de például talán Budán Berlinger Gábor. Kellett valami vizsgát letennetek hozzá? Erről meséljetek, mert erről hallottam, hogy volt valami egyéb ilyen feladat, képzés. Belépni igazából bárki beléphet, az pedig egy másik dolog, hogy nem fog lőfegyvert kapni, tehát még hogyha csak
mondjuk úgy, hogy vaktöltet, hisz nincsen golyó, akkor is inkább kezdetben zászlót, dobot kap. Hát attól függ, hány évesen jön be, hány ugye azt a 5 éves kortól lehet, az a minimum korra teremtől lehet csatlakozni, mert onnastól az ember már elbírja a dobot. És a, tehát az dobosként érthetően belép. És komolyan vannak 5 éves kis dobosok is? Hát van. Én például 12 évesen kezdtem, de sokkal korábban is. Te hány évesen kezdted? Én kérlek szépen 9 évesen. 9. És ahhoz, hogy egy egyesület egyáltalán a Magyar Huszár Katonai Hagyományőrző Kulturális Szövetség keretein belül egyesületként részt vehessen, tehát a közös rendezvényeken megjelenhessen, egy nagyon komoly elmélet és alatti vizsgát kellett tennünk. Huszárok is? Tehát, hogy lovas huszárok is nátok? Hány? Pár van, igazából kettő, aki állandóan. Ja, igen. Aztán, hogyha valamilyen rendezvényre kell, akkor éppen beugranak honvédek huszárnak öltözve. Igen, vannak. Igen. Még ugye minap te is beugrottál, amikor kellett. Igen, Csabira is nem is van ránk való ruha, tehát ilyen talpas diszkuszálnak, és be tudom is ugrani. Nekem még olyan kérdésem lett volna, hogy milyen olvasmányaitok vannak, amit esetleg szívesen ajánlátok a hasonló korabeli. Jókainak a Vörös Sipkás című novellája. Jó leírást ad maga, magának a Vörös Sipkás ezredeknek a mentalitásáról. Azt, hogy milyen életmódot folytattak ők a hazaszeretetről, és az akkori lelki konfliktusokról példának okán. A szerzőnket nem tudom, de a Mindennapok Napóleon Franciaországában, ami pedig ugye már a később kialakult kis agresszívabb rendőrállamiság-szerű megmozdulásokat írja le teljes alapossággal, meg ugye, hogy a francia katonai élet Napóleon alatt milyen szintet öltött. Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltatok a kérdést. Erázs voltam, köszönöm, hogy eddig is velem tartottatok. Ha tetszett a videó, lájkoljatok és iratkozzatok fel. További szép ünnepet és nagyon sok jó könyvet kívánok nektek.